Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Balajca Erika főorvosasszony. Kezét csókolom, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Főorvosasszony, a helyzet az, hogy nem tudjuk azt, hogy mit csináljunk és mit ne csináljunk, mit együnk, mit ne együnk, hogy viselkedjünk, hogy ne viselkedjünk. Dietetikusok, belgyógyászok mindenfélét mondanak rosthiányosan, rostmentesen, zsírmentesen, fűszermentesen. Mindenféléről beszélünk. Próbáljuk meg mi egyszerű, így hétköznapi módon megbeszélni azt, hogy mi a teendő, és főleg arra vegykonyhára koncentráljunk, amit patkóbeles emésztésnek nevezünk, máj, epe, hasnyálmirigy, patkóbél, aztán természetesen a bél többi szakaszai. Parancsolj, átadom a szót. Most, hogyha a koronavírus időszakára gondolunk, akkor nyilvánvaló, hogy elsősorban a könnyen emészthető ételek választhatók, vagy választandók, és persze mindenképpen amennyire lehetséges a vitamin és rozsdús ételek fogyasztása az első választandó. Nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő mennyiségű folyadékbevitel is legyen, nem csak a garat tisztítás és öblítése miatt, hanem azért is, mert emésztőnedv akkor termelődik elegendő mennyiségben, hogyha elegendő folyadékot viszünk be. Naponta 7 liternyi emésztőnedvet választ ki a gyomorbéltraktus, aminek egy jó része természetesen a vastagbélben és a vékonybélben visszaszívódik, de hogyha nem iszunk eleget, akkor nem jó az emésztésünk, és az emésztésnek is nagyon nagy szerepe van most az immunrendszer jó működéséhez, hiszen egyrészt a gyomorban a sósav nagyon sok baktériumot, vírust, gombát és mikroorganizmust semlegesít és lebont, tönkretez. Másrészt lejjebb az alsóbb bélszakaszokban is, például az epének, az epesavaknak is van egy dezinficiáló, tehát fertőtlenítő hatása. És hogyha nem termelődik megfelelő mennyiségben emésztőnedv, akkor ezek a fertőtlenítő funkciók sem tudnak ebben az időszakban a számunkra megfelelő módon vagy mértékben végbe menni. Értem, de most, hogyha arról beszélünk, hogy normális emésztés, és akkor menjünk egy kicsikét mélyebben a tudományba, hogy megérezzük mi emberek, hogy a bezártság, a lelki állapot és az emésztés milyen elképesztő szorosan fogja egymás kezét. Hölgyeim és uraim, a tudomány bizonyította azt, hogy az agyvelő és a gerincvelő, mint központi idegrendszer és az emésztő rendszerben levő 100 milliónyi neuron között az úgynevezett bél-agy-tengely működik. Ez egy különleges idegen, a legnagyobb paraszimpatikus idegen keresztül, a bolygó idegen keresztül kommunikál oda-vissza, és az a döbbenetes, hogy a szerotoninnak körülbelül 80-90%-át, a dopaminnak pedig 10-15-20 esetenként 30%-át is az emésztő rendszer termeli meg. Tehát az, hogy mi a bezártságban itt vagyunk, és félelemben tartanak minket, vagy bizonytalanságban nem kapunk elég információt, vagy az internetről fals információt kapunk, az nagyban megzavarja az egész érzelmi állapotunkat, és az érzelmi állapot, a szerotonin, dopamin és az immunrendszer az olyan elképesztő egység, hogy arra nem is tudunk gondolni.